Sziasztok! Köszöntök szépen mindenkit újra a Sprout következő epizódjával, és hát itt fejeztük be ugye az elmúlt részt, mégpedig hogy megtaláltuk ezt a gyönyörűen kialakított szavannai falut, sőt inkább városkát, ugyanis elég nagy ennek a kiterjedése, és még nem is néztük meg pontosan minden részét. Minden esetre nagyjából ugye itt tartottunk, hogy a sivatag kereső körútunknak talán a vége feléhez értünk, ugyanis hogyha megnézzük itt a térképen, rengeteg jó tippet kaptam, mégpedig elvileg, hogyha az ember így nézi az egerével a térképnek a még nem felfedezett részét, már ott meg lehet mondani, hogy milyen biomok várnak ránk. Szóval ott alul írja, igaz, nagyon-nagyon kicsibe, de írja alul, hogy bizony valamerre erre talán van egy sivatag. Hát nem tudom, elég sok biomot ír mindenfelé itt végig, hogyha az ember nézi. Talán én most sivatagot nem látok így a távolban sem tudom kiszúrni, de valamerre, errefelé biztos, hogy majd kéne, hogy legyen, legalábbis remélem. Mindenesetre én azt mondom, hogy még mielőtt ebbe belekezdenénk, szerintem nézzünk itt egy kicsit körülbe a kis városkába, ugyanis rengeteg minden van itt talán még, amit nem néztünk meg, és jó lenne gyorsan felmarkolni. Például, hogyha jól látom, van ott még itt egy pár könyvespolc, ezeket mindig visszük, ugyanis tényleg szinte soha semmilyen mennyiségben nem elég belőlük. Illetve írtátok, hogy van itt például még ilyen szalmatető, ami szerintem viszont nem olyan szalmatető, ami nekem kéne. Ez ugyanis ilyen mormateriálszos tető, és nem is igazán az a neve. Nem tudom, hogy lehet belőle készíteni egy sima szénablokkot, mindesetre nem akarom ennyire szétbarpárkodni ezt a területet. Így is elég sokat szereztünk, viszont hogyha már szénára van szükségünk, akkor szerintem jó lenne megnézni itt a környéken azt az istállót, ami itt van a város szélén egészen. Ugyanis itt tényleg biztos, hogy olyan széneblokkokat fogunk találni, amire nekünk szükségünk van. Hello! Egyébként ez ad-e itt nekünk esetleg új küldetést? Mi a helyzet? Á, nem, nála csak a shop volt. És igazából tudnék is neki adni egy nagy adag szénet, bár nem tudom, mennyi van nálam? Azokat mondjuk pont nem vettem fel, pedig úgy itt van a farm is. És akkor egy elcserélhetném sima pénzért, de igazából szénából van egyébként is elég sok nálunk, úgyhogy szerintem majd tudunk cserélgetni később, hogyha majd pénzre lesz szükségünk. Addig pedig én még itt visszamegyek, és szintén megnézek egy pár épületet, amiben nem voltunk. Például, hát így itt is van a könyvespolcok, de ezt most macerás lenne kiszenni, itt viszont megvan még a villager. Na hello! Te adsz-e nekünk valamit? Igen, ezek azok az értékes kardok, amiket ugye a Toro Quest ad be nekünk. Rengeteg emeráldért, ezt lehetne csökkenteni, hogyha egy kicsit elindulnánk és csinálnánk azokat a küldetéseket is. Volt itt egy értékes ház, ez talán, ez nagyon-nagyon jó, itt rengeteg minden szokott bent lenni. Azt hiszem, könyves polcoktól kezdve egészen a széna blokkokig. Igen, ezeket elvisszük. Sima búzára most nincs szükségem, ugye annyira max elcserélhetném, de talán annyit nem ér. Itt volt is addig itt kint valami? Nem, itt valószínűleg nem, de hiszem feljebb talán voltak. Nézzük csak meg. Aha. Ez itt csak egy sima kraftolós emelet. És itt van még egy pár könyvespolc. Nagyon-nagyon királyek ezek a házak, de tényleg valami iszonyatosan jól néznek ki. Hello, még át lehet nézni a szomszédhoz is. Wow. Egy ilyennel már találkoztunk, szóval nem, éppenséggel nem újdonság. De ilyen szavannai kialakításában még nem láttam is, hát tényleg nem rossz. Ha jól tudom, múltkor itt voltak nekünk szintén csak hasznos széneblokkok. Aha, de még mennyire? Meg egy sír, azt is elviszem, hát ha még esetleg tudunk vele szerezni. Itt ebbe. Aha, itt is volt ilyen loose hay. És akkor ezt gyorsan át is tudjuk itt craftolni. Oké, szépen szintezzük ezeket egyre magasabbra és magasabbra. És jön össze belőle. Ehhez még kéne egy, ugye? Hogy ki tudjunk tenni belőle egy szénablokkot, szóval ennyi lúzhelyből igazából egyet se tudunk kitenni, úgyhogy ez nem annyira jó, ezeket kidobom, hogy csak egy kicsit, hogy helyet nyerjünk, mert már lassan teljesen megtelek. Jó, és van még egy házikó, amit meg szeretnék még nézni feltétlenül. Ú, nagyon jó itt a kilátás is egyébként. Jó, hol van kiárat egészen itt lent, aha. Volt ez a házikó, az valamerre erre felé volt. Igen, itt nekem ez fel is tűnt az előző rész vágásakor, hogy bizony itt volt két olyan ajtó, amire nekünk szükségünk lesz, ugyanis ezt kéri pont most az építész nekünk, Dark Oak Door. Na ez, gyere csak ide. Téged viszünk haza, ebből készül majd, azt hiszem a főépület fejlesztéséhez kellett, valamihez kellett otthon az építésznek, úgyhogy ezt elviszük mindenféleképpen. Úgyhogy ez volt még, amit ilyen kis lootolandó dolog. És szerintem nagyjából végeztünk, ezek voltak talán az értékesebb házikók. Elindulok valamerre errefelé,
bár most konkrét célom, úgyhogy nem láttam a sivatagi pályom jelzést a térképen nincs, de errefelé elindulhatunk körbenézni, hogy mit találunk, mert hát végül is ott már van egy csomó homok ott a távolban, az nem is tudom, hogy sivatagnak minősül-e vagy sem, szerintem csak simán beach, tehát tengerpart pályamnak nevezhető. Mindegy, nézzük meg, itt ezzel nem tudtam bemérni így hirtelen, hogy mit írt ki rá. Úgyhogy az a biztos, hogyha meglátogatjuk, ott is van egy ilyen vadász. De jó, elég sok itt a vadász, neki is olyan a teteje, hogy akár végül is elvihetném, hogyha nagyon-nagyon szénára lenne szükségem, de ez is valami más módból van, úgyhogy nem tudom, hogy megéri-e craftolni. Ott áll kint. Hello! Te milyen vadász vagy? Te más vadász vagy, mint az előzőt. Más is adsz, vagy csak így kiegyenesedtél? Nem, kb. Ugyanazokat adja. Az előző az éppen lopakodásban volt, amikor elkaptuk. Ha nem bánod, én így gyorsan megpihenek nálad erre az estére, mert hamaros, hogyha jól látom, beesedik teljesen. Na, azt hiszem sikerült is, és reggel van. Aha. Na, hát akkor induljunk meg egyelőre errefelé. Gyönyörű lett egyébként ennek a szavannának a színe ebben a modpackben. Ez eddig nem szokott, nem így nézett ki, sokkal ugye, sokkal ilyen sivárabb, vagy ilyen fakóbb, inkább úgy mondanám az alap Minecraftban, és szerintem ez nagyon-nagyon ráfért, hogy ilyen élettel telire varázsolták hirtelen. Mi ez a fura hang? Ilyen, mintha csörgő kígyót hallanék, pedig azt tudja, hogy nem lehet. Ez itt mi? Bones? Kezek? Ez itt egy kéz? Mi lehet ez? Csontport találtam. Fura hangok jönnek erről. Hello? Minek köszönhetően vannak itt csontok? Jé, nézzetek már! Csak nem! Görény! Egy szürke görény! Te aranyos! Te hagytad itt ezeket a csontokat? Menekült tőlem valamiért. Nincsenek itt neked társaid, vagy egyedül, vagy itt teljesen? Itt is van valami. Mi ez? Csontok itt is. Göri, hát te hagyod itt ezeket a csontokat? Meg lehet téged szeríteni? De aranyos vagy. Ne menj, várj, adok valami husikát. Akkor annak biztos örülni fogsz, mondjuk ilyen. Kész, ilyet hogyan kell neki odaadni, csak simán? Ó, de hogy ide jött? Gyere. Csak nem tudom, jó klikkelni kell rá, vajon? Aha. És lett is egy görényünk. De aranyos. És ugyanúgy le lehet ültetni, mint egy kis kutyát. Ó, de jó. El lehet valahogy nevezni? Tehát leültetem, és akkor ott marad. Vagy hogyha így szólítom, akkor pedig jön utánam. De jó, és teleportál, és hú, hála jó, hogy neki így akkor nem kell attól tartanunk, hogy esetleg lerázom, és akkor szegénykét teljesen elhagyjuk. Te király, el akarom nevezni, mi legyen a neve? Valami jó kis nevet adjunk neki. Gyere ide, ó, kár, hogy most nincsen nálam a name tag, de majd ha lesz, akkor azt a nevet fogod kapni, hogy Stinky, na, az passzolni fog hozzád, mégiscsak ilyen kis szagos élőlények vagytok. Bár nekünk ugye volt görényünk, biztos hallhattátok már tőlem, ugyanis én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom a görényeket. Azért is indítottuk egyébként a görénymelós sorozatot. És szerintem abszolút nem büdösek a görények, szerintem kifejezetten jó görény illatuk van, most ez kicsit így furán hallatszódhat, de egyébként tényleg a görények egyedül akkor büdösek, hogyha megjelennek, de akkor viszont nagyon-nagyon büdösek. Egyébként pedig gyere Stinky, akkor fedezzük fel valamerre, itt biztos van egy sivatag, meg hát találunk neki görénytársakat is. Ez itt most minek minősül ez a terület? Scrublandnek nem minősül ez a terület. Pedig tiszta olyan, mintha sivatag lenne. Ez itt meg micsoda? Megölt itt valamit ez a görényke? Göri, te ekkora egy veszedelmes állat vagy? Wow! Ő adja ki ezt a hangot, vagy miből jön vajon? Csak nem a kecskék. A kecskéket te meg tudod ölni, Göri? Azért ez durva lenne, csak nem nyom le egy egész állatot. Itt is mennyi csont van, de valami őrület. A Scrublanden vajon ki lehet-e szállítani nekem itt a füveimet? Ne, hoztam jó messzi vidékre, hoztam ide füvet. Csak hogy szállítsak, micsoda. Ó, de még mennyire? Hát akkor nem kell sivatagot találnunk. A szavannában is ki lehet vajon szállítani? Ne, jaj, persze, hülye vagyok, csak le lehet tenni. De erre a homokra itt le lehet tenni, így. És akkor elvileg ezek itt majd száradni fognak, úgyhogy vissza kéne ide nézni. Bár akkor itt még körbenézek a környéken, hogy hát ha találunk valami értékeset még. Gyere Göri, akkor indulunk felfedező útra. Valamerre errefelé. Társaid nincsenek, de sok itt a benszülött amúgy. Szeretnék még görényt szelíteni, hogyha ez csak ilyen olcsó, hogy egy húsból. Wow, ez egy tök új terület. Itt vannak nyuszik. Nyuszikat is kéne hazavinni. Az ott meg mi a fene? Az is valami structure-nek néz ki. Na itt óvatosan Göri, hogy itt aztán sebződjél. Na milyen? Jó, oké, megoldotta. Le tudod jönni egyedül is. Olyan kis apró, alig lehet észrevenni.
Ez itt vajon mi lehet? Valami Astral Sorcery? Ó, de még mennyire. Azt is írták egy pillanat Astral Sorcery-ben, hogy vannak a sivatagok alatt is ilyen... hát, szökőkút féleségek? Mindjárt megnézem. Aha, itt is lesz van lent valami egy kristály. Aha, de... ez egy picit, mintha más kristály lenne, mint az előző. Van esetleg itt valami? Hát, ezek nem annyira extrák. Ennyi? Összvisz ennyi? Hát akkor a másik kristály az azért az mégiscsak jobb. Meg oda már van egy waystone-unk is. Ide is akár lepakolhatnánk egy waystone-t, mint hogy sivatag. Görény, meg van, jó van, jön velünk. Olyan, mintha már száradnának egyébként a füveink. Aha. Jó lesz ez itt, jó lesz, mint már kezd száradni. Mi van, hogyha egy kicsit mondjuk így arrébb teszem, és akkor mondjuk itt a szavannán, ez már biztos, hogy egy szavanna bajom. Itt is mennyi csont? Tessék, ide leteszek két homokot, plusz rá akkor egy adag füvet. Na nézzük. Aha, végül is itt is lehet szállítani, tehát a szavanna, meg a, ez a scrubland nevezetű, meg a sivatag, az már épp elég meleg bajom ahhoz, hogy ezek itt tudjanak száradni. Most már csak össze kéne hasonlítani, hogy hol szárad ki hamarabb. Bár valószínűleg ugyanannyi akkor a kb. A kettő, akkor nem is kell ilyen messzire eljönnünk, hanem akkor igazából ott a falunál is lepakolhatnám ezeket, és akkor nem kell egy waystone-t erre áldozni, hogy akkor most itt szállítgassuk. De mindenesetre így megkapjuk ezt a loose helyét, és ugye ez volt az, amiből előbb már craftoltam színe bálákat. Úgyhogy, ja, tudjátok, itt visszamegyek oda, és ahhoz mondjuk kéne nekem egy nagy adag homok. Tehát akkor kibányászok innen egy nagy adag homokot, és akkor viszem oda arra a területre, hogy biztos, ami biztos legyen ott is elég, amire majd tudok pakolni. Jó, azt hiszem közben az összes itteni füvünk kiszáradt, úgyhogy ezeket szépen így fel is emelem. Itt is volt még egy pár. Úgy néz ki, hogy itt a szavannában is ugyanolyan gyorsan száradnak ezek a füvek, mint itt, úgyhogy nem lesz vele baj szerintem, hogyha a villagehez pakolom le, és akkor tényleg legalább bármikor, amikor csak ilyenre még később szükségünk lesz, tudunk lepakolni annyit, hogy elég csak idejönni a faluhoz, és akkor tudunk lepakolni annyit, hogy az jó legyen. Nagyon-nagyon is ez a görény, kedves. Ezeket is viszem akkor, és akkor majd ott lepakoljuk teljesen. Bakker! Bakker, ezek nagyon megijesztettek most, nem tudtam honnan jött ez a hang. Mi a szar? Meg is mérgeztek? Mik ezek? Hogy kerültek ide? Ezek a benszülöttek? Segítség! De gyorsak! Göri! Megmérgezték a görényemet! Ah, meghaltok! Eltűntök innen! Au! Mindennel támadnak! Ó, a fene egye meg, ennek még pajzsa is van, ezt nem is tudom sebezni! Mindent kivéd! Wow! Kussoljatok! Kussoljatok! Au! Gyorsan! Azt hiszem, egy kicsit leráztam őket, de ezek jönnek valami félelmetes sebességgel utána. Jó, ezt hagyjuk, ez baromi erős. Göri, vigyázz az életedre! Au! Menj innen! Jó, az meghalt, azt hiszem. Már csak ez az egy van, ezt valahogy hátulról kéne megütni. Ó, ezt kivédte, de hogy? Még a hátulját is kivéd. Jó, ott most betalált egy, olyan, mintha csak akkor, amikor... Áj, itt pattog, mint egy idióta! Nem baj, kinyírjuk! Menj innen, menj innen! Hogy, menj innen. A fenébe, hát mit védesz ki te mindig? Jó, ez az! Már csak ez az egy... Ó, ez köpőcsöves, és fut is el a kis gizda gyerek. Húzz innen! Oké! Okay. Ott van még egy... ez még egy köpőcsöves. Na jó, akkor gyorsan eszünk még egy kicsit. Vigyázz magadra, görény! Vigyázz magadra! Megbosszulak téged, Stinky! Jó? Oké. Okay. Már csak azt hiszem egy köpőcsöves maradhatott valahol. Vagy ez az volt? Nem! Itt van! Ez mi ez egy kicsike? Menj innen! Jó! Oké, okay, azt hiszem megdöglöttek. Hű! És ő is regenerálta magát. Nem tudom, mit dobtak ezek, nem is tudom, miért jöttek ezek, de nem volt ám egy könnyű harc. Jós ennek örömére, gyere Göribe, aludjunk egyet. Gyere, jó van, ügyes vagy. Jó éjszakát, Stingy, neked is. Ja. Hát végül is akkor visszaértünk ide a városhoz. Gyere ki, hello, Stinky, hello, gyere már. Nem akarsz kijönni, ennyire jól otthon érzed magad? Na jó van, maradhatsz. Én úgyis itt most dolgozni fogok egy kicsikét. Le kéne pakolni itt az összes füvet, meg kéne tisztítani egy nagy területet, ahová majd tudok pakolni ide középre, úgyhogy legyen az. Tudom, mit, Stinky, most ez veszélyes is lesz, nem akarlak téged megsebezni. Gyere ide fel, csücsizd le. Megvan. Ó, itt van egy újabb pajtás. Melyik volt az enyém?
Jaj! Összekevertelek? Melyik az? Stinky! Hol vagy? Stinky, vajon melyik? Már mindegy, amelyik majd követ. Stinky, vigyázz, egy creeper! Egy rohadt nagy creeper! Hát hozzátok képest mekkora ez az élőlény? Jó, meghalt. Stinky, te vagy az? Ha ez volt az. Gyere Stinky, utánam. Ez a másik grave felett vesz pedig elment. Gyere ide fel. Stinky, gyere ide fel. Most biztonságban akarlak tudni. Ott is megy egy a háztetőn. Mi van itt? Görény invázió? Lepte el ezt a város? Hogy mutka az előző epizódban egyet se találtunk? Na, ide csücsizd le. Oké? Leültél? Maradj is itt, és vigyázz magadra. Eddig lehet nézni kéne még egy másik görényt. Aranyosak ezek a görények is, de lehet, hogy van albino görény. Van albino görény egyébként ebben? Ferret. Van, hát, van white ferret. De király lenne. Azt nem tudom, hol spawnol. Lehet, az is itt van a szavannában. Akkor úgy szeretnék, hogy szeretnék egy sima ilyen grey ferretot, ami most van, és szeretnék egy white ferretot is. És akkor lenne. Egyébként nekünk is volt a valóságban is albino görényünk is, és volt ilyen sima vadász színű, vagy vadász színekben tündöklő görényünk is, úgyhogy tök jól lenne mind a kettőt így megszerzni. De mindenesetre akkor most egyelőre ezt itt most kisimítom, és akkor ide lepakolom majd a homokokat. Jó, ezzel meg is vagyok, és közben egyébként szereztem egy nagy adag, mindjárt mutatom, egy pár búzát, vagy egy sima füvet még innen szétcsapkodok, na itt van, ez az. Egy pár ilyen roots nevezetű kis cuccot, olyan, mint egy kis gyökér, és mert hogy olyan gyökér, hogy a növénynek a gyökere, és ezzel egyébként, ez lesz a kiinduló pontja, kiinduló itemem, ez az old root, a roots nevezetű modnak, amit már többen javasoltatok, és egyébként ismerem is, hogy nagyjából ezt a modot, azonban szerintem annyira nagyon értékes, nagyon látványos dolgokat nem lehet belőle kihozni, úgymond ilyen altarozgatásról szól, legalábbis ahogy eddig néztem, ahogy eddig ismertem. És poén, mert egy csomó mindent meg lehet idézni ott magunknak, például amire szükségünk lenne, állatoktól kezdve növények, ilyesmi, meg van egy csomó király felszerelés, amit lehet benne csinálni, és onnan mindennek az alapja ez a root, amit itt most a kis kicsapkodott tallgrass-ekből szereztünk, úgyhogy végül is ez jó, hogy egy kiindulásnak szereztem most egy adag ilyet is, de szerintem még nem annyira fontos vagy lényeges mod, hogy abba már most belekezdjünk, majd később, hogyha éppen hirtelen nincs mit tenni, mert elfogytak így a nagyon fontos teendők a bázis környékén, akkor majd szívesen belekezdek a rootsba is. De addig pedig lesz még egy csomó projektünk még, például először is nagyon-nagyon el szeretném nevezni a görényünket egy name taggel, és nem tudom, hogy ezt itt lehet-e venni a városban, vagy találni valahol, de szerintem otthon már biztos van, remélem legalább a horgászunk fogott egyet. Hey, ugye te nem az én feletem vagy te? Azt mondtam, hogy ülj! Stinky, hát ne rosszak, hogy itt képes voltál megindulni a többi görényhez, csak nem akarsz szabadságra menni, vagy micsoda? Ülj le ide. Biztos, ami biztos te. Na itt aztán elkóborolj nekem, mert meg nem talállak itt a többi görény között. Érdekes tényleg, hogy az előző epizódban mennyit időztünk itt ebben a városban, és egy görényt se látunk, egy ferettel se találkoztunk, aztán most meg hirtelen elárasztották az egészet, meg azok a benszülöttek is. Na mindegy, én ezt szépen itt lepakolgatom. Már csak szerintem ez az 1.64-es paknyi tall grassünk van, vagy sima grassünk, nem tudom, hogy hívják pontosan ezt az itemet. És akkor szerintem ez itt elég lesz ahhoz, hogy most egy jó, de jó nagy adag loose hay-t szerezzünk, és a loose hay-ből pedig majd elkezdhessük csinálni magunknak széna bogyákat. Úgyis, hogy ha már itt vagyunk, valószínűleg viszonylag sokára leszünk még újra itt, akkor már csináljuk meg,
hosszú ideig, hogy legyen bőven elég szénabogánk, bár jelenleg is van egy csomót összecsortam, úgyközben már 13, sőt, hogyha ezeket itt most összekombinálom, akkor szerintem tudunk szerezni még, ez 4 kell, bakker, akkor tudunk szerezni még hozzá 6-ot, de hát ja, sajnos ebből itt talán ez így nem lesz elég, még épületekhez biztos, hogy fog kelleni, úgyhogy még jó, hogy találtunk egy nagy adag, ez még lehet, hogy kelleni fog, szóval jó, hogy találtunk egy sírt, és akkor abból még szedek egy adag sima grasset itt a környéken. Na, hát beszedtem egy nagy adagot, és nézzük csak akkor meg összesen hányat tudtunk szerezni. Itt van egy jó nagy adag, ilyen small hay pile layer, itt van még egy adag. Oké, és akkor ezeket szépen még megint csak egymás mellé tesszük. Úristen, ebből rengeteg lesz, legalábbis nagyon-nagyon bízok benne, hogy sokkal több, mint amit eddig szereztünk. Jó, itt van a teljes blokk, és akkor ebből 3 vagy 4-et tesszük. Úristen, ebből 4-et is egymás mellé kell tenni. 6-ot szereztünk, plusz még van egy pár layer, azt gyorsan még hozzádobjuk. Oké, és ebből kijön egy darab még pluszba. 26 darab haybélünk van így összesen. Ez kb. 3 vagy 4 darab 64-es pak tall grassből jött, vagy ilyen sima grass blokkból. Szóval iszonyatosan, de iszonyatosan sok fűre van szükségetek, hogyha egy pár darab haybélt akartok szerezni. Most azt mondom, hogy ez a 26 ez egyelőre elég lesz, úgyhogy ja, egy picit elpakolok itt még, ami még ilyen fölösleges itemként nálam volt. És azt mondom, hogy nagyjából láttuk akkor ezt a sivatagot. Hey, téged nem itt ültettelek le? Stinky! Rosszalkodsz? Már megint hova mész? Valami nem stimmel neki, most nem szívek jönnek, de jönnek azért szívek is. De valamiért ilyen kis morcos felők is jönnek ki a feje felett. Lehet, hogy éhes? Adok neki ilyen kaját? Ezt úgyis, szerintem ezt még te vadásztad, tessék, kell neked? Ezt nem tudja megenni? Tessék, itt van sima birkahús. Ennek örülsz? Ennek örül? De nem tudom, hogy éhes volt. De szerintem ezeket nem kell folyamatosan etetni, bármivel animénia ki tudja. Elég valósághű ez az egész mod, és már ugye tapasztaltuk a teheneknél is, hogy annyi különböző igénye van ezeknek az élőlényeknek, amennyit csak lehetséges. Itt még errefelé van egy csomó minden. Én mindenféleképpen szeretnék visszajönni ebbe a szavannába egy kicsit később. Egyrészt azért, mert ez a falu még egyrészt továbbra is iszonyatosan szép. Másrészt pedig errefelé még látok kapásból dolgokat, amiket majd meg kéne nézni, de az valószínűleg már csak a későbbi részekben, ugyanis nagyon rég voltam már otthon. És még mielőtt hazamennék, sikerült közben részek között egy Ender Pearl-t is levadásznom, úgyhogy szerintem jó lenne megtalálnunk még azt a falucskát, ami mellett volt ez a hatalmas nagy Astral Sorcerer és szökélykút, azt szerintem ez az, de majd mindjárt kiderül. Hello. Na. Itt a göri. Na jó van. Ezt hogy csináltad? Elő még lebegtél. Igen, valamerre akkor erre felé lesz. Itt is van ez a hatalmas szökőkút, egy kicsit mintha lógna a levegőbe az a része, de mindegy, tekintsünk el tőle. A lényeg az, hogy most már megvan akkor az egy darab Ender Pearl, és elvileg, hogyha össze van kötve a craftingoló tablünk egy ilyen kristállyal, akkor meg tudjuk csinálni az első Astral Sorcerer is dolgunkat, itemünket, ami pedig ez a Resonating Wand. Na most, ezzel, hogyha jól olvastuk, valamit, hogyha kijövünk ide a felszínre, akkor elkezd bizonyos területeken rezegni, mutatni valamit. Bár, gyorsan beleolvasok a könyvbe, mint hogyha valami olyasmi lett volna alatta, hogy lehet, hogy jobb döntés lenne, ezt inkább a föld alatt használunk. Igen, itt is írja, hogy elkezd vibrálni, és olyan, mintha szikrákat hullajtana magából. Először úgy tűnhet, hogy ez teljesen random helyeken, de lehet, hogy érdemes lenne levinni a föld alá, és megnézni, hogy ott mit mutat nekünk. Egyelőre csak ennyi segítséget ad hozzá. Hát jó, próbáljuk ki, gondolom majd valamilyen ércekre lesz szükségünk. Rock kristályokra. Ezek állítólag nagyon-nagyon ritka kristályoknak számítanak, és mindegyiknek külön-külön tulajdonságai vannak. Viszont még mielőtt ezt tovább olvastam, szerintem el kéne indulni hazafelé, mert lassan beeseledik teljesen, és az itt nem jó, mert tapasztaltuk itt milyen kegyetlen az élővilág esténként. Hát, használni inkább ezt a scrollt, hát ezért készítettem. Gyere Göri, megmutatom az új otthonod. Ja, és itthon is vagyunk.
What? Visszakerültem ide, de hát nem, én ezt használtam. Waste of Populence, de hát... létezik, hogy ezzel a scrollal kattintottam rá, amikor aktiválni akartam ezt a Waystone-t. Na mindegy, hát akkor következik, hogyha majd jövünk, de akkor... akkor majd elhozzuk ezt a scrollt. Wow, én pedig azt hittem, hogy Gyurinek megmutatom az új otthonát, aztán visszakerültünk ide. De legalább most nem fogadtak minket itt az itteni benszülötteknek a támadásai. Jó, mindegy, akkor használjuk ezt a Waystone-t, most már azóta újra töltött, és akkor így irány a házhoz. Na, telék voltam itthon. Hű, na mit szólsz hozzá? Itt van a kis városunk, majd innen tudsz kinézni, te egy ilyen királyi görény leszel, akinek ilyen meglehetősen előkelő pozíciója van itt fent ebben a házikon, itt az egész város fölött. Na mit szólsz hozzá, kis Stinky? Van-e esetleg nekem egy névtegem? Az való itt valószínűleg a felszerelések ládába lesz. Nem tűnik annyira... de itt van. Némteg. Lehet egyébként ezeket esetleg készíteni valahogy. Általában az ilyen modos dolgok szoktak lehetőséget adni rá. Aha, de még mennyire? Két Puck and Quill, vagy létezik, hogy csak egy string kell és egyetlen gold nugget hozzá? Ez durva lenne azért. Még ilyen mana infusionnel is lehet szerezni egyébként. De ez talán a legolcsóbb módja. Mindegy, hát akkor ezt nyugodtan lehet használni. Stinky, na. Nem mondtam, hogy elmehetsz, te már megint csak úgy magadtól segíten csúszva és olyan szépen tudsz közlekedni, hogy ez valami hihetetlen. Hey, Stinky! Hát te meg! Nem akarja, hogy elnevezzük, vagy csak úgy gondoltad, hogy nyom egy ilyen vízi csúszdát itt le nekünk? Stinky, ne menj messzire, mert nekem még ehhez kéne egy anvil. Valahogy így, aha. De nem olyan visszajön ez a görényke. Mondjuk dobjuk le, hát ezt ritkán fogom használni, ide teszem le. És neve pedig legyen az, hogy Stinky. Na. Gyere vissza! Merre mész? Még mindig ott vagy? Hello! Tessék, megkapod a nevedet! Stinky! Yay! Most már csak jönned kéne velem be a házikóba. Oh! Wow! Ezt fel tudom kapni a vállamra? De aranyos! Shift-jobb-klikkel lehet cipelni a görényt a vállunkon. Mint egy kis sál olyan. De aranyos! Valami iszonyatosan jó pofa ez! Na gyere! Várjál! Nem szabad neki nyomnom a falnak vagy ilyesmi, akkor sebződik, vagy nem? Kipróbáljuk? Jó, nem kínzom szegénykét. Jó van. Na akkor ezt itt ugye, hát hova tegyél egy görike? Maradj itt, úgyis el fogsz innen menni, fogadjunk. Hogyan tudok letenni így? Oké. Majd kialakítunk neked valami szobát, vagy valami ilyesmit. És akkor minden király lesz. Mindenesetre szerintem egyelőre ebben a részben eddig jutottunk. Ez a koponya egyébként azóta furcsa dolgokat művel, mindig elfordul ebbe az irányba. Ez talán kellett, azt hiszem, mert most ugye arra megy le a hold, akkor arra fog kelni majd a nap. Szóval valamiért kelet irányba ez a koponya, ez mindig elfordul. Ez baromira kellemetlen, ugyanis nem lehet dekorációként használni, úgymond. Csak akkor, hogyha egy olyan helyre helyezzük el, ahol mindig errefelé tud nézni mondjuk a kertnek ebbe a részébe. Akkor talán még jól néz ki. De így egyébként meg bármit építek köré, ez hülyén fog kinézni, hogyha ez minden is kilépésnél és belépésnél elfordul a másik irányba, úgyhogy ja, nem lehet sajnos így feltenni se így a ház elejére, se oda, mert mindig elfordul a másik irányba. Minden esetre szerintem egyelőre eddig jutottunk, ez meglehetősen egy akciódús rész volt, szerintem pláne ott azokkal az őslakósokkal, ment az őslakókkal. Úgyhogy találkozunk majd később egy másik epizódban, és remélem tetszett, hogyha igen, akkor feltétlenül jelezzétek ezt nekem egy lájkkal, és hamarosan jelentkezem a folytatással. Addig is pedig minden jót, és sziasztok!